A Bátaszéki Gondozási Központban továbbra is működnek azok a szolgáltatások, melyek az idősek segítését szolgálják. Emellett a koronavírus járvány miatt szükségszerű a napi igények kielégítését is megszervezni. Most egy új segítési forma is az önkormányzat révén bejött a szolgáltatások közé, ez pedig a 70 év felettiek bevásárlási szolgáltatása, ami azt jelenti, hogy ha valaki jelentkezik hozzánk a megadott telefonszámokon, 70 év feletti, és szeretne szolgáltatást kérni bevásárláshoz és gyógyszerkiváltáshoz, akkor ebben önkéntesek bevonásával tudunk segíteni. Az önkormányzat felhívására számos önkéntes jelentkezett. Azt mondják, nem csak a bevásárlásra van szükség, hanem párperces beszélgetésre is a kapuban, amivel oldják az idősek egyedüllétét. Szerintem annyira ők se tudták felfogni ezt a helyzetet, mert azért ez Magyarországon még két hete van, de tehát jól viselték. Tehát én úgy vettem észre, hogy ők ezt fölfogták, hogy ők nekik otthon kell maradni. Megpróbáltunk mindenből az olcsóbbat vásárolni, de hát olyan drágaság van, hogy ez elég nehezen jött össze, de mindent kaptunk, és nagyon-nagyon örültek. Úgy gondolom, hogy akkor, amikor átadtuk ezeket a csomagokat, akkor volt, akinek még könnyű szakadt a szeméből. Jelenleg kellő számú önkéntes dolgozik az idősek ellátásán. A felmérések azt mutatják, ha hosszú távon szükség lesz a munkájukra, van tartalék ezen a téren is Bátaszéken.